Folytatódnak a kormány családbarát intézkedései a Csok Plusszal, a falusi Csokkal és a babaváró támogatással eddig és a jövőben is jelentős kedvezmények érhetőek el. Három olyan főelem van: a Csok Plusz, a falusi Csok, illetve a babaváró támogatás, amelyek a következő időszakban is megmaradnak. Ugye a Csok Plusz esetében, három gyermek esetén akár 50 millió forint is lehet a támogatási összeg, a babaváró támogatásnál maximum 11 millió forint, és a falusi Csok esetében is komoly összeget kaphatnak azok a párok, akik gyermeket vállalnak, természetesen a megfelelő feltételek esetén. Októberben egy újabb csomag élesedik, ami könnyítést jelent a családok számára. A kedvező változásokat a speciális adózóknak és a mezőgazdasági őstermelőknek érdemes kihasználniuk. Most egy bővítésre került sor, egy jogszabálymódosításra, amelynek keretében az úgynevezett speciális adózók, gondolok itt a katásokra és az őstermelőkre, ők is bevonásra kerülnek ezen három támogatási forma valamelyikébe, amelybe beilleszthetők, és sokkal könnyebben juthatnak hozzá a következő időszakban ezen támogatásokhoz. Hozzáteszem, hogy ez országosan több tízezer családot érint, így természetesen Győrben is. Én arra szeretném biztatni a kedves párokat, házaspárokat, hogy éljenek ezekkel a lehetőségekkel, ezek évek óta megvannak, és láthatóan a gyermek létszám is emelkedett Magyarországon, hiszen jövőnk záloga a gyermek, és ez ügyben a kormányzat elkötelezett, tehát a következő időszakban is középpontban maradnak a családtámogatások, és természetesen két irányba lehet ezeket felhasználni, az egyik a meglévő lakásoknak, otthonoknak a felújítása, a másik pedig új ingatlanoknak a vásárlása. Az országgyűlési képviselő hozzátette, a most életbe lépett könnyítéseken túl a következő időszakban további családbarát intézkedések is várhatóak.